Ha szerintem működik. Inkább menj, aztán nézzék körül, hogy merre vagyunk, mert fogalmam nincs. Miért én? Mert. De most megnézem, hogy működik ez a szar. Aha. Ja. Megy. Fogalmam szerintem... Vagyunk. Jó, mindjárt kitalálunk valamit. Na. Itt vagyunk. Hála Isten, a diktafont is megleltük. Nagyon furcsa helyen... Nagyon furcsa helyen ébredtünk. Mindjárt körülnézünk és mi jelentkezünk. Úgyse faragott fejet találtunk, az anyagát nem tudjuk beazonosítani, és mivel Igor sincs itt, hogy megmondja, hogy mi ez. Közben rájöttünk, hogy ez a fej valószínűleg a medvedisznó ember egyik közeli portréja. Van még néhány hatalmas kődarab is, nem tudjuk, hogy honnan és kik hordták ide ezeket. Kívül találtunk még egy kisebb darab obszidián tömböt. Kantunk a medvedisznó ember rituális csavarégető helyeinek egyikére. Ismeretlen hanggeneráló objektumra bukkantunk. Brutális fából készült kínzóeszközre bukkantunk. Aztatra érkeztünk. Fényt találtunk. Tartam. Mélyebbre hatunk az erdő mélyébe. Ültem. Hatalmas töv is állt bele a bal alkaromba. Ebben gyorsan kezeltük, így nem fertőződhet el. Mamut fenyőerdő közepén végre egy tisztásra értünk. Távolban folyamatosan kutyaugatást lehet hallani. Egy furcsa, eddig még nem azonosított növényt találtunk, mi elneveztük atalasznak. Tulajdonképpen azért vagyunk most erdőben, mert utunkat állt a medvedisznó ember egyik segítője, így ezt ki kellett kerülnünk őt. Segítő furcsa mód egy ember volt. Bent egy tisztásra találtunk. Az a vezető útunk kudarba fulladt. Ezen az erdőn nem tudunk hazaérni. Így másutat kell találnunk. Egy tetejéről megláttunk egy utat, amivel ki tudjuk kerülni az ellenséget. Medvedisznember ürülékszagot érzünk, így hát elkezdjük követni. A medvedisznember levadászása szükségesebb, mint a hazajutás. Emberiség számít ránk. Hatalmas lepke populációt vettünk észre, és ezt egy jelnek tekintjük. Tüneleztek a csigák, felváltották őket a lepkék. Emberi hulladékot találtunk. Tehát, hogy nem mi voltunk az elsők, akik megpróbálkoztak a kereséssel. Egy karom is megsebesült. Újra érezzük, hogy figyelnek. Oldalunkon kerítést pillantottunk meg. Talán ez veszi körbe a medvedisznó ember székhelyét. Folyamatosan csapdák állják az utunkat. Láttunk egy kupak égető helyet. Egy galtemetkezési helyet találtunk. Sírkő van beásva a földbe, de nem tudjuk, kit temethettek el ide. Szikasztó meleg van. Szalagra ez van írva, nagy buli. Ebből arra következtetünk, hogy a medvedisznó ember a közelmúltban partig tartott. Egyelőre nyomát se látjuk kiútnak, de folyamatosan törünk előre, hogy megtaláljuk a medvedisznó embert. Úgyse idegen anyag került a cipőmbe, ez akadályoztat a mozgásban. A mamut fenyőseket felváltották a mamut tölgyesek. Választásra kényszerültünk, kétfelé vezet az út. Halljuk a civilizációt, viszont nem látjuk. Itt és mentén haladunk, reméljük, hogy találunk egy bejáratot a medvedisznó ember birodalmába. Az erdő sötét és tele iszonyattal. Üsszót hallunk a távolból. Medvedisznó ember csatlósai közelednek. Úgy gondoljuk, hogy a hanggeneráló objektum adta ki ezt a hangot, hogy a hajsza megindult. Elbújtunk, mert egy ellenséges felderítő osztagot hallottunk az útról. Elvonult a felderítő csapat, tiszta a levegő, úgyhogy visszajutottunk az útra, hogy folytassuk a vadászatot. Mi az Isten?! A kő mögé! Elmentek már? Nem tudom. Van a diktafon? Nincs meg.
ott van a út közepén. Ja. Mérhetőleg végre elmúlt a veszély. Folytatjuk az utunkat tovább. Épp most érkeztünk a medvedisznó ember birodalmának küszöbére. Már nem lehet messze. Újabb emberi hulladékok. Újabb rejtélyes sírra bukkantunk. Medvedisznó ember madárkémei mindenhol ott vannak. Majd dilemma ez nekünk, de először haza kell mennünk felkészülni a medvedisznó ember elleni harcra. Gyilkolt lepkék vannak az úton mindenfelé elszorva. Medvedisznó ember senkit nem kímél. Az egyetlen kivezető utat, ami hazamehetnénk, lezárták. Most már így kell megküzdenünk a medvedisznó emberhez. To dungeons deep and caverns old, the pines were roaring. Oh.